orvosra add a kezembe. Nyíljon az elme, orvos nem kell, orvosunk kell. 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 Elbújnék oda, ahol nem lát senki, bár ne kéne olyan messze menni. Elbújnék oda, csak csendben lenni, bár ne kéne olyan messze menni. Elsüllyednék inkább az ágyban, mert a vízben cápa jár. Attól félek, bekap a valóság, omlókártya vár. Agyom tökerményeit fejemben mindig etettem, és most is kell, de nem lehet. Dehogy nem lehet, hát szamira mentem. Orvos nem kell, olvasnom kell. Oh, orvos nem kell, olvasnom kell. Orvos nem kell, olvasnom kell. Orvos nem kell, olvasnom kell. Elbújnék oda, ahol nem lát senki, bár ne kéne olyan messze menni. Elbújnék oda, csak csendben lenni, bár ne kéne olyan messze menni. Orvos nem kell, olvasnom kell. És itt is van velünk a Hello Pisti zenekar fele, Varga Lilla és Varga Risi. Sziasztok, köszöntök. Sziasztok. Sziasztok. Hát ti már egy rutinos banda vattok, hiszen 2016-ban alakultatok, aztán később sikerrel szerepeltetek az Öröm a zene tehetségkutatón. Ekkor ismerhetett meg titeket szélesebb körben is a közönség. Azóta mi minden történt veletek? Mondja csak, Lil. Persze, rengeteg dalt kiadtunk, videóklipeket, felléptünk, jött a Covid, szültem, úgyhogy ilyen dolgok történtek velünk. Akkor egy picit ugye visszaesett hát ugye nyilván nem tudtunk úgy dolgozni, az én kisbabával otthon nem tudtam annyira mozogni, de most már 3 éves, úgyhogy jaj, most már visszatértünk, és újra itt vagyunk. Akkor most már tudtok egy kicsit aludni is? Hát helyek közel, igen. Azon még majd javítani kell. Miért? Sokszor látogatója. Nem vagyok. Is a te gyereked. Hát, de sokszor ott alszom én is, és akkor így tudom, hogy mennyi feladat van egy gyereknevelése. Tehát, hát az értem. Biztos. Viszont nem sokára beszélünk oda arról is, de előtte beszélünk arról, hogy kicsit meglepődtetek, amikor megkaptátok az infót, hogy bekerültetek. Miért volt ez a korán jött a telefon, ugye? Igen, reggel 8-kor jött, és én esküszöm, azt hittem, hogy valamit el akarnak adni, tehát, hogy valami biztosítás, vagy valami, és úgy vettem fel a telefont, hogy halló, és akkor mondták, hogy a dalból, és hát megfagyott bennem minden megfagyott bennem, és akkor mondtam, pont ott aludt a Ricsi nálunk, és mondtam, hogy Ricsi, bent vagyunk a dalban, tehát magunk sem hittük el. Tudod. Na, arról mindenképpen meséljetek, ha már szóba jutott néha ott alszol, hogy milyen térben is szoktátok ti csiszolni a dalokat, hiszen mondtam, hogy annyira meghitt ilyenkor a környezet, hogy neked Ricsi konkrétan csak a klotyón jut hely. Így van, én ott szoktam üldögélni. Igen, nyilván azért szoktunk a mosdóban próbálni, mert ott ugye így el tudunk kicsit szigetelődni, hogyha mondjuk esetleg a gyerek alszik, és akkor viszem ne zavarjuk már, hogy... És a többieknek hol jut hely? Hát, mellette... Kis szék, sámli. Persze. Akkor sok ember kis helyen is elfér. Meg szoktuk oldani egyébként. Elbújtok, ahol csak lehet. Rá is kötöttem ugye a dal címére. Elbújnék egy csodálatos kötésre. 3 dalt küldtetek be, és ez került be. Mit gondoltok, miért pont ez a dal? Lehet, hogy ez lett a legizgalmasabb talán. Az biztos, hogy beszéltük itt az adás előtt, hogy majdnem 2 refrénből áll. Orvos nem kell, olvasnom kell, és utána elbújnék. Tehát hogy ez így szerintem egy nagyon jól összerakott dal, mert rögtön bele megy az ember fülébe, szóval gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen. Én egyébként úgy voltam vele, hogy ez legalább 2 vagy 3 dal, de aztán... Először szétszerették volna szedettetni velem. Mondom, szedjük már szét. Sokáig kellett házolnod, amíg meggyőzted őket. Hát egy kicsit dolgozgattam rajta, de így próbáltam őket megnyőzni, és próbáljuk már meg, srácok, mert mondom, szerintem ez így lehet, hogy így ütne. Tehát nem az a nagyon megszokott, hanem van benne valami varázs, valami új. Én legalábbis így látom, de hogyha nektek is így jön át, és én úgy érzem, Ricsi, hogy ez egy eléggé személyes hangvételű dal, te is vagy a dalszerző. Mesélj arról, hogy mi mindent akartál beleírni ebbe a számba. Hű.
Jó a kérdés. Igazából itt Dióhéjban talán annyi, hogy ebben a virtuális, felgyorsult, meg elég bolond világban talán több időt kéne az embernek így önmagával foglalkozni. Tehát most nem azt mondom, hogy én idő, mert ez már annyira elcsépelt szó, de valami ilyesmire gondolnék. Tehát tényleg beülni a szobába, kicsit a gondolataidat rendbe rakni, olvasni egy könyvet, és nyilván nem az orvosoknak a munkáját kritizálom ezzel, tehát még mielőtt félreértené valaki, abszolút nem erről van szó, de vannak olyan pillanatok, amikor nem na, amikor hát tényleg... Hát magunk is meg tudunk oldani lényegében, nem feltétlenül kell egyből az orvoshoz futni. És mennyire tudjátok kizárni ezt a közösségi médiát? Mert ugye bejutottatok oda a 2024-be, tehát posztolni kell, jelen lenni. Jó, nyilván. Nehezünkre is esik egy kicsit, tehát ez az önmenedzselés, meg az, hogy mi állandóan ott legyünk az online. Nekünk, legalábbis szerintem mondhatom az ő nevében is, hogy nekünk ez egy kicsit nehezen megy, de hát muszáj. Tehát nyilván muszáj, de muszáj egy kicsit kiszakadni is. Hát jó, de igazából ez olyan nem, hogy van egy az életednek az a része, amikor mondjuk a zenekarral foglalkozol, az elengedhetetlen, hogy te ezeken az oldalakon posztolgass, oké, de amikor mondjuk saját magaddal foglalkozol, akkor ne az legyen, hogy olvasod a könyvet, közben meg pötyöksz a másik kezeddel a telefonon. Hát meg, hogy a gyerek se azt lássa, ugye, hogy az anya-apa állandóan a telefont. Hát mindenképpen egy jó példát kell mutatni neki. A dalban nekem megütött a filmet, van egy jó kis rap rész. Erre a fiúk beszéltek rá, vagy te akartad egy kicsit kipróbálni magadat benne? Hát, ha őszinte vagyok, akkor nem, igen, tehát, hogy volt már erről szó, hogy egyszer az egyik dalunkban lesz egy ilyen, és akkor Ricsi előállt vele, és én megálltam elébe, de nagyon megijedtem tőle, és akkor mindig ott álltunk meg, tehát csomót forgatgattuk, meg elővettük, elraktuk, megint elővettük, és mindig a rep rész előtt álltam meg, hogy várj, ez így most nem lesz jó, és aztán végül is ugye a dalba való jelentkezés annyira szoros határidő volt, és ugye ez egy nagyon jó múzsa, hogy aztán akkor gyorsan meg kellett csinálni, úgyhogy lesz, ami lesz. Hát és ki tudja, hogy mi lesz, reméljük, hogy nagyon szuper lesz szombaton, nagyon drukkolunk nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, mi is köszönjük.